meghívásos eseményeken, jótékonysági mérkőzéseken, mindenhol fellépek. Egyszerűen szeretek futballozni. Nincs egy perc szabad időd? Kevés. Kevés. De család? Hogy fogadja? Hát tudomásul veszi. Tehát, de morgás azért van. Morgás mindig van, természetesen. Erre kell mennem, arra kell mennem, de megérti. Vége mindig az, hogy megérti. Nem tudom múlt időben kérdezni, mert hiszen még mindig versenyszerűen sportolsz. A játéknak melyik az a része, és most nem az ellenfeleknek mondom, a tippet adjunk, amelyikkel egy kicsit hadilábon állsz, pályafutásod kezdete volt egészen mostanáig. Van-e olyan játékelem, amiben egy kicsit gyengébb vagy? Hát biztos, hogy van. Én próbáltam úgymond ellesni dolgokat a nagyoktól. Rengeteget tanultam például a kis Takitól, akinek a helyére kerültem. Takács László. Takács Laciról van szó, így van, akinek a helyére végig is bekerültem. A Fradinál rengeteget oktatott különböző szituációkban, helyezkedésekben, és próbáltam vizuálisan ellesni, rengeteg mérkőzést néztem. És hát természetesen, ami javíthatni lehetne, az mindig van valami. Nálam mindig általában egy gyengébb láb. Nálam a jobb lábam, az, amivel kellett volna igazából foglalkozni, és ezért foglalkoztam is. Táborról is elég jól lőttél, ha jól emlékszem. Határozott voltál is kell. Hát lőttem, de maradjunk ennyibe. Olyan hátvéd lövések voltak ezek, vagy csak nekem szép? Hát volt olyan is, így van. Több mint 500 mérkőzést játszol egy klubban, ugye? Két részletben, mert ugye 4 évig voltál Franciaországban egy másodosztályú csapatnál. Miért csak másodosztályú csapat? Én már nagyon rég, tehát nagyon idős voltam. Tehát amikor kikerültem, én már 30-31. Életévenben voltam. És nekem megmondom, hogy én soha nem volt menedzserem, aki igazából foglalkozzon velem. Miért skót voltál, nem akartad fizetni? Miért? Nem, szó sincs róla. Hisz erről beszéltünk arról, hogy azért elértem egy bizonyos 500 meccset. Az alatt rengeteg bajnokság, kupa győzelem, egyéb diadal volt. Igazából abban az időszakban a Ferencvárosból nagyon nem ment el játékos, mert nem akart elmenni. Tehát volt egy ilyen időszak, hogy a játékos nem akart elmenni, mert itt annyira jó volt, annyira jól éreztük magunkat. Jó volt a fizetés, jó volt a hangulat, jók voltak az eredmények. Eredmények, hangulat. Erre a fizetésre nem szóltál semmit? Hát nem, mert nem foglalkoztunk vele. Tehát egyszerűen annyira jól éreztünk magát, itt egy család működött. Szóval biztos, hogy hallottad már, hogy hú, a Ferencváros azért milyen családi hangulat. És ez tényleg így van. Nehéz elmondani, de tényleg így működött. Tehát itt annyira jó volt a hangulat az irodákban, a hölgyekkel, a másik szakosztályokkal. Ezt otthon ne tudják. Munkakapcsolat. Úgyhogy tehát annyira jól működött minden, hogy az ember nem akart innen elmenni. Na, örömmel jött be. Visszatérve arra a 4 évi franciaországi munkára. Ugye egy Red Star nevezetű csapatban a másodosztályban játszottál. Az különbözött a Ferencváros első osztályú csapatától? Nagyon nem, mert még a színei zöld-fehér volt. Azért volt Red Star. Nem. Hát annyi, hogy tényleg ahhoz képest egy másodosztályú klubról volt szó, egy nagyon profi csapat volt. Tehát tényleg az ember oda kiment, amit hallottunk mi itthoni játékosok, hogy az ember ott kimegy külföldön, ott egy a dolga, kimegy, edz, játszik, és tényleg így működött a dolog. Szeretted csinálni a franciaországi létet? Igen. Akkor miért jöttél haza 35 évesen, és álltál újra Ferencvárosnál, derékig bele a csapatba? Sajnos a kor. Szóval a kor az kint is számít. Én már 35-36. Életévenben voltam, és lejárt a 2 éves szerződésem. Kétszer-két éves szerződésem volt, és utána hazajöttem. Magyarul elküldtek? Hát nem elküldtek, hanem egyszerűen onnan a klubtól végül is megszűnt a szerződésem, és nem hosszabbítottak. Így van. És aztán azt mondta a Ferencváros, hogy ez a fiatal kellene, nekünk kell. Gyere még Józsikám, van még 10-12 év, kellene itt egy kicsit valamit. Hát visszajöttem, így van, és újra munkába álltam, edzésbe álltam, és látták, hogy... Ki volt akkor az edző? A Csank János volt az edző végül is, úgyhogy így van. És mit ad Isten, abban az évben bajnokságot nyertünk. Pedig nem úgy indult a szezon, hisz hogyha visszaemlékezel, akkor volt az első olyan bajnokság, amely rájátszásos szakaszként működött, rájátszásos bajnokság volt végül is, és az első szakaszban a Ferencváros épp hogy csak bejutott a felsőházba. A felsőházba, így van. Ezért érdekes ez a rájátszás. Így van. És utána annyira összeállt itt is a csapat újból, hogy egyszer megnyertük a bajnokságot. Amikor jöttünk itt föl a lépcsőn, akkor elkezdtük nézegetni ezeket a tablókat. Van egy olyan tabló, 91-92, Magyarország bajnok csapata, csapatkapitány Keller József. Amikor erre ránézel, akkor azt hiszem, hogy sok minden előjön. Sajnos szegény Simon Tibi nincs már az élők sorában. Nagyon jó társ. Ez mondja, hogy Szenes Sándor, ugye Erdélyből került ide, hogyha jól tudom.
Schneider, Gábor, Patkóssal együtt, igen. Kuznyecov. Ott van Kuznyecov, aki végül is a ferencvárosi közönség egyik nagy kedvence lett. Igen, nagyon jó játékos volt. Élmény volt oda játszani, mindent tudott a futballról. Egyszerűen összjátékban. És jó srác is volt. Hát nagyon jó srác. Majd napig is tartom a kapcsolatot, azért. Telefonon szoktunk beszélgetni. Jól beszél magyarul. Jól beszél. Rász Lacival, aki betegen került ide sajnos. Szovjetunió volt, ugye volt szovjet válogatott. Ezt tudom, hogy akkor volt, amikor 11 év után megnyert a bajnokságot a Ferencváros. Hatalmas ünneplés. Hát, és nekem volt az a megtiszteltetés, hogy az előző évben végül is ez a csapat választott meg a csapatkapitánynak. És az a kép ott lent alul, az nem Diós Győrben készült? De a Diós Győri kupa győztes csapat, a 94-es idén. Az ott eléggé, hogy is mondjam, azonnal a meccs utáni. Igen, ez rögtön a meccs után történt. Ott vagy. Így van. Zúriák csöpivel. Ez volt a kisnek az első sikere, hazai sikere végül is a Ferencvárossal. Mirasi Tibor. Megfordulunk, és itt a hátunk mögött van egy kép, ami azt hiszem örök emlék, és két olyan csapat van, amelyik ezt elmondhatja magáról. Az első a Ferencváros volt, a másik a Debrecen, ugye? Így van. Na. Ez a Bajnok ligás csapat végül is a karikatúrája, amelyet megcsináltak. És Keller József itt van a szélen, a Kisflóri és Lisztes mellett, ugye? És Szejler és Hajdú ülnek még ott. Hajdú, Nagy Zsolt, Koponovics, Kuncic. Azért irigyellek. Bejössz ide, és mindenhol magaddal találkozom, még a karikatúra akkor is. Hát ez egy nagyon nagy élmény. Először meglátok, egyszer halálra nevettük magunkat. Tehát csak ránézek a Kuzira, és a kitüntetés, Kuznyecovról a kitüntetés ott a mellkasán, hát ez kimondottan, hogy ilyen ötletek megfordultak a rajzolónak a eszében. Ki az a játékos társad, akivel a legtöbb ezrikáltátok egymást? Ezrikálás? Hát... Vagy ez folyamatos történet? Ez inkább folyamatos. Tehát az, hogy kimondottan egy-egy játékos, az úgy nem is volt talán. Az, hogy folyamatosan, ha elkezdted valakivel zirkálódni, jött egy harmadik ember, aki bekapcsolódott. És akkor jött a negyedik, ötödik, és akkor mindenkinek volt egy kis szurkapiszkája. És akkor így kialakult egy nagyon jó beszélgetés. Volt-e valaki, akire különösen rászálltatok? Aki erre kifejezetten jó alany volt abban a régi 80-as csapatban? Hát volt talán, hogy aki kiemelném a Topor Antit, aki kicsit olyan lelkisebb játékos volt, és talán nem is értette annyira a poénokat, de egy nagyon jó fazon volt, tehát egy poénos, meg minden, de talán nem értette, nem vette annyira a lapot, mint ahogy kellett volna, és ő az lett a vége, mindig az zrikálás, a végén megsértődött. És akkor utána mindig oda mentünk, hátba vergettük, semmi baj, Tónikám, menjünk tovább. Beszélgettünk ugye arról, hogy tökéletes kondícióban, vagy mintha most is itt a Fradi első csapatában játszanál. A táplálkozásodra figyelsz? Tehát van külön étrended, vagy most már azt teszem, ami éppen jól esik? Nem. Régebben sem volt, megmondom őszintén. Odafigyeltem természetesen a táplálkozásra, de igazából nem volt kimondott étrend, amelyet követtem, vagy amelyet... Ami jól esett, azt mondom, mai napig is azt mondom, ami jól esik, azt meg kell csinálni. Legyen az táplálkozás, ha kell egy pohár bor, egy pohár sör, bármi, nyugodtan igyja meg az ember, attól semmivel nem lesz rosszabb. Mivel telik egy napod? Hát... Családdal. Azt kell mondjam, hogy családdal. Gyerekek? Gyerek, így van. Gyerekkel foglalkozom. Rengeteget vagyunk, a kislány. Úgyhogy... És mit csinál? Hát ő még 2 éves lesz, úgyhogy most. És ráadásul a jövő héten. És így van, és hát hétvégén most már új hétet kezdtünk. Ajándékot kell venni, bele kell nyúlni a zsebbe. Így van, és arra készülődünk. Elégedett vagy mostanában? És mit tervezel mondjuk az 55 éves Keller, mit fog csinálni? Megy első osztályban, játszik? Remélem, még mindig tudok sportolni, jól érzem magam, családdal együtt leszünk. Ennyi.